nézzük a harmadik feladatunkat, ebben egy üzemtermelését vizsgáljuk. Azt tudjuk, hogy három műszakban folyik a termelés, van a reggeli, a délután, illetve az esti, és még az ismert, hogy a reggeliben 2%, a délután a 3%, az este pedig 5% a selej. Jó? Ezek alapján kell nekünk ugye megállapítani, mi az eseménytér, és megnézni azt, hogy milyen eseményeket tudunk vizsgálni. No. Számadataink nincsenek arra vonatkozó, hogy hány darab terméket gyártanak, az se, hogy a reggeli, délután és az esti termelésnek az aránya milyen. Tehát így ilyen szempontból, mint az elemi eseményeket nem tudjuk megadni. Természetesen az eseményterünket logikusan úgy fogjuk választani a hát, hogy az lesz a napi termelés. Ez itt az egész napra, tehát a reggel, délután, még az esti együtt napi termelés. Tehát ahogy mondtam, nyilván ez a reggeli, meg a délutánit együtt. Jó, és akkor azért vannak ezek itt nagy betűvel írva, mert ezeket a betűket fogom használni arra, hogy ugye nagy R jelöli a reggel termelt ugye, termékeket, és akkor ugye ezeknek az uniója fogja kiadni a halmazt. Teljesen logikusan ezek ugye diszjunkt halmazok, hiszen ha reggelibe soroltuk, akkor nem lehet az estiben. Tehát teljesül az, hogy az RD az az üres halmaz, Erszen E is az üres halmaz, és továbbá az, hogy a D-szer E az üres halmaz. Jó? Tehát ezeket az összetett eseményeket tudjuk még ide hozzárendelni. De nem is baj, ugyanis itt van az elmélet, nem kell nekünk ugye mindent megfigyelni, olyan értelemben, hanem tudnunk kell, hogy mi az eseménytér, és utána csak az eseménytér bizonyos részhalmazait elég vizsgálni, ezzel a hármas feltétellel persze, hogy azért mindig az eseménytérnek benne kell lenni, úgymond a megfigyelt eseményben, ha egy A eseményt ugye megfigyeltünk, akkor a komplementere is úgymond megfigyelhető legyen, illetve ha veszünk eseményeket, amik benne vannak, akkor a megszámlálható uniója is benne legyen. Tehát ennek a hármas feltételnek kell eleget tennie igazából ezeknek a halmazának, tehát a eseménytér részhalmazainak a halmazának. Tehát egyáltalán nem probléma, hogy mondjuk az elemi eseményeket külön nem tudjuk úgymond megfigyelni. Jó? Na most, ha itt tartunk már, itt ezt szépen ugye le is rajzolhatjuk, itt van ez a H alaphalmaz, és véletlenül sem rajzol pont egyformára ezeket a területeket, hiszen mondom, nem tudunk az arányaikról igazából semmit. Tehát, hogy itt van az R, itt a D, itt pedig az E, akkor jól láthatóan, ugye egy teljes eseményrendszer, nézzük csak meg, pontosan egy teljes eseményrendszerünk van, az nem más, mint a H eseménytérnek tulajdonképpen egy ilyen felosztása, mint rajzon ténylegesen csak vonalakat szétvágom. Tehát nyilván kiadja az összege ugye az egész alaphalmazt, és nincsenek közös elemek. Jó? Tehát itt ez az RDE teljesíti ezt a feltételt, párgyunként diszjunkt, és az unió kiadja az eseménytelet. Jó? Tehát ez az RDE 3-as, ez itt egy teljes eseményrendszer alkot itt ebben. Jó, tehát erre is később során szükségünk lesz erre a fogalomra, de ezt tényleg így kell elképzelni, itt van a H-halmaz, és akkor daraboljam szét, hát annyi részre, amelyre éppenséggel kell. No, nézzük, vannak ezek az információk, ezek a százalékosak, ezeket még sehol nem használtuk, és akkor azt, hogy a reggeli termelésnek a 2% az azt jelenti, hogy ennek a résznek csak a 2%-a a selej, illetve itt ennek lesz 3%, és ennek meg mondjuk 5%. Tehát itt is igyekeztem úgy az arányokat tehát eltérőre rajzolni, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy akkor most ténylegesen az egész H-halmazban akár 2-3 vagy 5% lenne a selej. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ezt csak erre vonatkozóan tudjuk. Tehát itt ez a rész lesz a SR, ez itt az SD, ez pedig
az S, E. És akkor elég logikusan a selejtet megkapom, ugye? Nagy eséllyel jelölünk, hát hogyha veszem ezen három, hopsz, ez lehet, hogy azt is nagy S betűvel kellett volna élni. Mindegy, hogy veszem ezen S, ezen halmazoknak az unióját, amit most már csak úgy időszeadással jelölünk. Jó láthatóan, ugye ez az SR ez részhalmaz az R-nek, az SD a D-nek, és az SE az N. Természetesen az SE, SD, SE azok is páronként diszjunktak. Tehát ugyanúgy felírható rá ez az összefüggés, de nem lesz az uniójuk, az nyilván hát a rajz alapján is jól látszik, nem lesz egyenlő a H ugye, eseménytérre. Tehát ez az SR, SD, SE, ez nem alkot egy teljes eseményrendszert. Jó? Na most, az SR-re vonatkozóan tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt is, úgy is felírhatjuk, hogy ugye a reggeli termelés 2%-a, hogy ez azon termékeknek az összessége, amelyek selejt a reggeli termelésben. A reggeli termelésben. Jó? Tehát selejtet veszünk feltéve, hogy a reggeli termés, tehát a magyarok, ez a 2%, ez kifejezhető, hogy 2%-a lesz a termelésnek selejt feltéve, hogy a reggeli termelésből néztük. Jó?